10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Köszöntöm a kedves nézőket az NXGP következő futamához. Én Gál Miklós vagyok, és most a Circuit Gilles Villeneuve pályán fognak versenyezni. Szerintem mindenkinek leesett, hogy ez a kanadai nagydíj lesz Montrealból. És ez az a futam, ahol ha most jól számolom, 16-an fognak részt venni, igen. Ez, ha jól tudom, így már rekordnak szerintem, amit nem vettek részt ennyi a futamon, és mióta én kommentálok, azóta nem. Hát, jó kis verseny lesz, én úgy érzem, főleg ennyi résztvevővel. A kvalit Szűcs Zsolt nyerte meg a Toro Rosso színeiben, mögötte Cene István a kéteremmel, vagy még ekkora Lotusszal. Ugye az előző török GP-n ő lett a negyedik Fedor Eze mögött, aki boxkiállásokkal elé tudott kerülni. A harmadik a Williams Fejtse Gábor, és ott van Fedor Eze megint a negyedik helyem, de István most kettővel van előtte. Kovács Dávid a Ferrarival az ötödik, csapattársa Lejtai Attila a hetedik, Benkő Rihárd elnézést a Marussiával a nyolcadik, Cséplő Máté a Red Bullal a kilencedik, Kislevi a másik Williams a tizedik, Tóth Peti a különleges festésű Renault-val a... Nem, Kislevi a kilencedik elnézést, Tóth Peti a tizedik a különleges festésű Renault-val, Kovács egyik a tizenegyedik, Tulcik Norbert 12., két csapattársa egymás mögül rajtol, Molnár István 13., Sandó Balázs 14., Végvári Gábor a 15., és Hevesi Gábor a 16. Most meglepően hátulról indul. Előző futamon nem volt. 15. elnézést, csak Popsider így más mutat, hogy most néhány kimondnak a boxban. Safety card, igenis Róma vezeti ezen a hétvégén. Meglátjuk, hogy lesz a szükség rá. Most és akkor most fel is álltak a versenyzők a rajtrácsra, megvizsgálják, hogy az utolsó ember is megérkezik. Ott a pont, Hevesi Gábor is megérkezett. Na hopp, ott Tóth Peti, az van egy üres rajtrács. Nem tudom mi, és Tulcik Nove 12. helyen lassan érkezik. Még annyit elmondanék, hogy 4,37 km hosszú a pálya, aminek az egyik fele városi jellegű, a másik fele meg normális pálya. Az egyik felén betonfalak mellett mennek, a másik pedig kavicsáj meg fű. Ez is megviccelti még a versenyzőket, illetve az, hogy a pálya mentén, vagy a kanyarok szélén gumifal van, hogy ne lehessen levágni a kanyarokat, ott egy hibánál azért egy csúnya vége lehet. És meg is kezdődik a verseny közben a negyedik helyről rajtoló Cseh Gábor beugrott a rajtnál, így stop and go-t fog kapni, és hátul tömegbaleset, mindenki széttöri magát. Cséplő Máté az utolsó helyre esik vissza. És Fedor Eze is belekeveredt a negyedik helyről. Nehéz lesz innen, és Hevesi Gábor a nyolcadik helyre följött utolsó ennek a kis balesetnek köszönhetően. Kovács Dávid megelőzte Cene Istvánt a rajt után, így jön a második, és Cseh Gábor előreugrott ezzel a beugrásra az első helyre, és Szűz Zsolt a negyedik helyen jön, akit nem csak Cseh Gábor rajtott. Leközben a 7.-6. helyen Tóth Peti és Kovács elég csatáznak, Tóth Petinek baja lett az autóval, és neki is megy a falnak, de sikeresen? Nem. Még egymás mellett mennek, és nem teszi be Tóth Peti mellé az autót. Most jön a hosszú egyenes rész, ami még érdekes lehet, és közben kapcsoljunk a második és a harmadik helyre, illetve a negyedikre. Most Cene István, Kovács Dávid mellett és Szűcs Zsolt, mert nem sikeresen legyorsulja őket, de nem. Itt az a bizonyos gumifal a sikánnál, aminek nem lenne jó dolog neki menni. Itt ez akadályozza meg a vágást, és most Szűcs Zsolt bejön Kovács Dávid mellé, és ez Dávidnak kevés az a jobb kanyar, szóval nem tud előzni. Rükkös ez a pálya azért,
egymásba fonódva vannak a bal és jobb kanyarok, amik egyik pillanatban az egyik embernek, másik pillanatban a másik embernek kedveznek. Szóval nem könnyű előzni, ez is gátolja, és Zsoltinak úgy tűnik, hogy az egyenesekre van beállítva az autója, nem a kanyarokra, mert Kovács Dávid nagyon keményen érkezik meg, még a fél árnyékban jön akkor is. Látszik, hogy érkezik meg, mint hogyha plusz erők lennének az autójában, de az a szomorú hírem van Dávidnak, hogy minden autó egyenlő. És bemegy mellé, de nem sikerül. Viszont Kovács Dávid elfékezi, és most egymás mellett vannak. Nem, megelőzte Zsolti. Innentől kezdve el fog nyúlni szerintem. De ahogy láthatják, Kovács Dávid még fél árnyékban sem tud mögötte közelebb kerülni. Hát innent felejtős lesz. Azért innentől kapaszkodni kell, és közben Hevesi Gábor megelőzte Kovács Eriket. A hatodik helyen, ugye ő rajtolta az utolsó helyről, és a balesetnek köszönhetően feljött. És tizedik helyen! Randó Balázs kettőt is előzött egyszerre, hát az nagyon kemény volt. 8., 9., 10. helyen dupla szélárnyékot fogott Molnár István és Végvári Gábor mögött, és kettőt előzött egyszerre. Hoppá, Végvári Gábor nagyon lassú 11. helyen, és ki is még a fűre. Ajj, ki is áll, ennyi volt. Szerintem Gábornak megsérülhetett az autója, mert nagyon lassú volt, mert a kanyarból kifelé jövett. Közben első-második helyen személyesen megérkezett Cseh Gáborra. Na, nem. De most picit elfékezés, be tud bújni mellé, nem sodódik ki, meg lehet, picit össze is jönnek, de nem. Jobban gyorsítani Gabi. És most megint szélárnyékból, mint hogyha itt mennek az egyenes lenne beállítva az autóát. Áááááá, is megy mellette. 320-at néz az egyenesben, és Cseh Gábor! Kijön a boxba. Na, korán jön ki a boxba, nagyon. Azért ez még korai. Nézzük. Na ja, igen, most tölti le a stop and go büntetését, amit kapott ugye a rajtnál. Na, Léthai Attila közben a feljött a harmadik helyen, Hevesi Gábor pedig a negyedikre. Cseh Gábor az ötödik helyen jön vissza a stop and go-ból, illetve Kovács Dávid is, és Tucik Norbert, nem Tucik, Erik Kovács, vagy Kovács Erik neki megy. Majdnem a fűre tette. Közben a hátsó régiókban nagyobb különbségekkel jönnek a fiúk. Felsőjén is kezdenek elszakadni egymást, és Létai Attila is Tűcs Zsolt között már több mint 5 másodperc a különbség. Hát... Házon belül csata lesz az első élet, én úgy érzem. Szóval már nagyon ellógtak. Hoppá! Zsolt meg is forog majdnem, de sikeresen megfogja az autót. Csúszkál mindenki ezen a pályán. Elég csúszós, tehát én próbáltam ezzel a moddel, és eléggé csúszott, még hogyha a szárnyakat fel is vettem akkor. És Dávid megérkezik most pedig, most van szélárnyékban mögötte, és egyszerűen mint a dőlöngélne balra jobbra az autó. Na, Dávid vissza kéne menni szélárnyékba úgy-úgy, de nem tud annyi ideig, és beszúr! Ajjajjajjajjajjajjajj, nem! Nagyon szűk ez a sikán, és itt van a bajnokok fala jobbra. Azért itt sok világbajnok csapta már a Davalo Dérfegyben az autót, és lehet, hogy ezen a versenyen is láthatjuk. Ajj, Dávid meglöki Eriket! És neki is megy! Na most megnézzük, hogy visszaengedi-e, vagy elmegy. Nem úgy tűnik, hogy visszaengedi. Nem. Hatodik helyre így előre jött Dávid, nem engedi. Igen, ahogy láthattuk, letolt a felmérésen a pályáról, és rá is húzta Erik Dávidra az autót, szóval... Na, Zsolti megint a fűbe fordult, szóval nem feküdt neki ez a kanyar, mint a... Ahogy láthatják, pattognak az autók itt a hátsó visszafolytóban, és Attilára meg is elkezdik Hevesi Gábor. Na, Gábor előre lejött az első helyre? Mint annó Monakóban nem sikerült, mert leíthetnék a futamot, és be is meg is ki is kerüli. Nem, azért Attila visszapróbál támadni, de nem, szűk ez a sikán ahhoz. Így már a harmadik helyen van, dobogós helyen van Hevesi Gábor, úgyhogy az utolsó helyről rajtolt. Az nagyon szép teljesítmény.
A hatodik körben járnak most a fiúk. Egy órás futamnál, ha azt nézzük, hogy a pályán 1.16-os, 1.14-es köröket mennének folyamatosan, és szene is van, hogy csúszik az első helyen, de még sikeresen tud védekezni. A 1.16-os köröknél... Hát, nem tudom hány kör lesz most így, nem mondom meg. Na, de Zsolti most már megérkezik el egy szélnékban, most belsőre beteszi az autót, és el is tud mellette menni, hogyha elég a lendület, de most van István belső íven is el is fékezi, és Zsolti nem tud bemenni mellette, de megint a füvön fordult. Ez addig nem jár büntetés, amíg előtt nem szerez vele, és kívülről próbálkozik most. Úgy tűnik meg is van, és le is gyorsulja szépen. István, és el is fékezi, de nem találja Szentcsertelibe. Zsolti is figyelt itt, ha jól láttam. Azért bőven hagyott neki helyet, még többet is, mint kellett volna szerintem. De látta, hogy ebből elfékezés lesz. Nem kockáztatott. Zsolt vissza is jött az első helyre, azután a negyedikre visszacsúszott. Az ötödik helyen Attilára megérkezik Cseh Gábor, Williams-szel. Ez egy érdekes csata lehet. Közben a hátsó régiókban Fedorede lecsúszott a fűre és 8. helyen halad, pedig a 4. helyenről rajtolt. Nem az ő hétvégéje ez. Eddig két kiesünk van. Végvári Gábor, aki nagyon lassú volt ott a első kanyarban, és Tulcik Norbert, aki a rajtnál kiesetett már, ahogy láttam, mert fel se állt a rajtrásra. Szerintem net problémája lehetett, vagy hasonló. Ugyan Cséplő Máté és Benko Richard a 11-12. Helyen vannak a legközelebb egymáshoz. Igen. Leszámítva az első második helyen haladókat. De inkább most nézzük a hátsóban régókat itt, ott a 11-12. Helyen. Vagy Cséplő Máté vajon, aki Monakóban jól ment. Egész előbb a falatban csapta az autót, nagyon szépen jött fel, és most lehet, hogy megint egy ilyen felzárkózást láthatunk tőle. Mármint olyan értelemben, hogy gyorsabb lehet, mint a középmezőnyben haladók. De ezt persze majd megláthatjuk. Közben, ha jól látom, már meg is kezdődtek a lekörözések. De megkezdődtek, Molnár István nagyon csúszkál, és alig akar fordulni az autója. Igen, most le is húzódik, és el is engedi az érkező Attilát. Attila, igen, Attila volt az. Hoppá, azt a mindenit! Az ki volt? Az Molnár István volt, hát nagyon nagyot bukott. Tóth Peti fönn is akad a rázokon a 13. helyen. Pont nem láttam, hogy mi volt. Pont elkapcsoltam onnan, hogy nézzem, hogy sikeresen el tudja engedni, meg Attilát néztem, hogy ő volt-e az, vagy Dávid. És odavágta az autót. Hát, nem tudom, hogy csinálta, de szépet repült. És a 7.-8. helyen Fedor Ede és Kovács Erik nyílt csatáznak. Erik most driftált egyet, azért le is csúszott a kanyarban, és most Ede szélárnyékban megpróbálták közelebb érkezni. És... Ajajajajajajaj, hej, Erik, az többször irányváltás volt, azért nem megengedett, és le is csúszik, és majdnem fal, de el is tud így menni Ede mellette. El a csatáról még két dolgot mondanék, Túl Péter kim volt a boxban, egy, hogy azért Erik tőled egy picit kemény volt, ahogy védekezett, mert többször váltott irány kellett volna. Plusz majdnem neki is ment annak a falnak ott, amit mondtam, hogy ott aki elfékezi, akkor Tumika van elég rendesen. Vagy box utca, az a jobb szívás. Közben 4.-5. helyen Cseh Gábor és Létai Attila már közel vannak egymáshoz. Attila most le is megy a fűre, de sikeresen tartja és nem vesztett sebességet. Gabi már próbál ráfordulni mindenhol, de most jön a hátsó hosszú egyenes. A hosszú egyenesekben ez van a mód, de rengeteg előzést láthattunk, gondoljunk vissza a török GP-re még két héttel ezelőtt. Vagy egy héttel? Egy héttel ezelőtt volt az szerintem, igen. Ott
Mikor Jonathan beállította az ENS-re az autót, azt mondta 320-at, többiek 304-et mentek. De 14-15 km/h az sok volt. Kassab Balázsra jót is csatázhatok, aki sajnos nem tudott eljönni. És Attila most egy nagyon brutálisat csúszott, de csak ami mindjárt tudja megelőzni. Attila is szépen védekezik, és ő nem ilyen agresszív stílusban. Zárja az éveket, és rákényszeríti az ellenfeleket, hogy olyan íven forduljanak, ami nem jó, és be is teszi mellé, és meg is előzi. Attila hagyott neki helyet. Az viszont félállányba kéne mennie, úgy-úgy. Menj! Ezért... Belső éven kezdte azt mondani, az most nem tett neki jót, hogy el is tud nyúlni. Szerintem a Sandó Balázs a boxban, 12. helyen. Most jön ki. Első helyeken nézve nem úgy láttam, mintha csak érnék a boxot. 4., 5., 6. hely. Na, mindenki szélárnyékot fogott most, mindenki 6 tizeden belül. Mindenki előzhet legalább egyet. De nem, még egyelőre messze vannak egymástól, közben Attila elrontja. Kovács Dávid már érkezik rá, és el is engedi Attila. Na, úgy tűnik nem akarta feltartani a csapattársat, és inkább Gabi helyezte közben. A harmadik helyen Hevesi lecsúszik. Majdnem falat fog azért. A harmadik helyen elég kellemetlen dolog lenne. Igen, Dávid jobban áll a pontokkal a pontversenyben, lehet, hogy ezért engedte el. Esélyt ad a csapattársának így, ha minden jobb helyen végezzen. Most... Csegávos azért elnyúlt tőlük elég rendesen. Nem tudom, mi lehetett. Azt nem tudom mondani, hogy ki milyen gumikon rajtolt, még az első boxkiállások még nincsenek meg. Néhány embernél már megvolt. Közben azt néztem, hogy 332-vel ment Zsolti a DNS-ben, még Cene István csak 310-zel. Több mint 20 km/h, hát az azért sok. Az azért egy dupla előzésre is elég lehet, még úgy is, hogy egy másodpercen belül vannak az emberek. Szélárnyékot kap, hát akkor meg akár 340 is elérhető, hát... Azért ilyen kanadai pályán, ahol rövid egyenesek vannak, leszállítva az utolsót. Hát, az érdekel, hogy milyen szárnyal megy Zsolti. Hát, 150-nél vált fel egyesből, az azért kemény. Szerintem simán lehet a szárnya 8-8-on, vagy 8-10-en. Vagy akár kisebben is, mert ilyen sebességet csak úgy érhet el. Szene István próbál kanyarokba rámenni, de nem sikerül annyit hoznia, hogy támadási pozíció belőle keveredjen, és az ENS meg 20 km/h, hát... Nem sok mindent lehet kezdeni, közben Kislevi a boxban, akinek a bal első felfüggesztése eltört, ha jól látom, és nem tört el, csak balra húz a kocsi. Tehát látni sokkal tovább tart, mint egy normális kerékcsere. Már legalább 10 másodpercet benne állhatott. Nem számoltam pontosan. A begyorsít... Igen, megjavították. Jön vissza a 12. helyre. Nem jön senki mögötte. Nagy lemaradásban van mögötte az egyik Renault. Tóth Peti. Hoppá, hoppá, az első helyen! Hevesi Gábor! És most Szűcs Zsolt a harmadik, Csegában a negyedik, az mi történhetett? Összeakaszhattak Cene Istvánnal? Az lehetett, vagy hibázott? Vagy az is lehet, hogy... Igen! Nem! Levi feltartotta őket. Tóth pedig feltartott, és itt Cene István át tudta venni tőle, és Hevesi Gábor is. Hát ilyet! 13. körbe járunk. Gyorsan nézve egy kis fejszámolást, hogy az... Anyadik perc lehet. 2 perc az... 30... 1 perc... 1 perces körökkel lennek, úgyhogy 60 kört mennének. Most Peti elengedi, és Hevesi Gábor a boxba megforog! Hát ilyet!
És jön mögötted Cseh Gábor is. Nem Cseh Gábor, az egyik Williams jött. Az nem Gabi volt. Az Levi lesz, igen, kis Levi lesz. Hát azért elég szokatlan, hogy... hogy Hevesi eldobja a boxba járton az autót. Az a fű volt szerintem. Túl gyorsan bement, rátette a fű és elforgott. Azért ezzel veszített jó sokat, főleg úgy, hogy még a Mertigánnyal szemben is kellett menni. Így a hatodik helyre jön vissza. Hát, Zsolti visszahozza az első helyre, azért ezzel a beállított szárnyal elég érdekes dolgokat lehet művelni, főleg az egyenesben, még a kanyarokba kap is 3-4 tűzöt, az egyenesben egy másodpercet túlzás nélkül merem állítani, hogy simán hozhat rajta. Azért 20 km per óra, azért az sok. Főleg az F1-ben, F1-ben ilyen 7-8 km per órák is sokak, nemhogy ezért 20. Leggyorsabb köröket még nem mondtam. Egy Szene István közben kijön a boxba. Na, Szene István nem váltott vissza, 7-esbe ment. 7-es sebességi fokozatba ment. És Zsolti nem jön ki, Zsolt elfordul. Aj, majdnem hozzáér a bajnokok falához, de nem. Szene István ledobják és már megy is. Zsolti elmegy mellette, de szerintem így István vissza fog jönni az első helyre. De Gábor is elmegy, illetve Kovács Dávid is. Negyedik helyre esik vissza, Szene viszont új gumikat kapott. Na, a harmadik helyen Dávid mellé beteszi, és ha jól látom, meg is fogja előzni. Ajja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 jj
kényszerítette, és Attila is kint volt a boxban, hogy Fedor Ede is most áll be. Nem tudom, soha elmondani, amit akarok, mert mindig történik valami a pályán. Deja vu, NXGP, örök nagy díj. Na, akkor elmondom, hogy a top 8, most már az első 8, már 15. körben van. Diplomatic ez a kijött a boxba, és az egyik Williams is. Szóval azt számoltam, hogy ha 1 perces köröket mennének kereken, akkor lenne 60 körös a futam. 2 perces köröknél lenne 30, ilyen 45-46 körre tudnám prognosztizálni a versenyt. Bár ezt így most teljesen számolva elég nehéz, és Cene István kiállt a versenyből, ennyi. Hát, nem tudom, mi történhetett vele. De egyre többen állnak ki, és nem szerez most pontot. 4. helyen végzett legutóbb a török nagy díjon. Ha jól tudom, az volt a legutóbbi. És azért kieséssel vissza tud esni a pontversenybe eléggé. Közben a második Ferrari is kim volt Kovács Dávid személyében. Jajjaj, Cseh Gábor. Megúszott az autó gyorsításon, de megfogta. Gúnya lett volna. Hevesi mögötte rengetegre van, több mint 16 másodperc van mögötte. Nem lesz az így jó, vagyis számukra nem lesz jó, mert nem fogják utalérni egymást. Benko Richard a boxban, Marussiával. Másik Marussia nincs, ő van egyedül. Hispániával van az operatőr, de ő nem versenyzik, hogyha fejt egy random autóval. Leggyorsabb köröket mondanék, ha tudok. Nem tudok leggyorsabb kört mondani összességében, közben Cseh Gábor kint van. Én a legutóbb futott köröket tudok mondani, az a baj. Legutóbb 14.068-tal a második, nem, harmadik helyen haladó Hevesi Gábor volt a leggyorsabb. Többiek elég rendesen le vannak maradva idő szempontjából is. Cseh Gábor most jön vissza a negyedik helyen, ami azt jelenti, hogy Kovács Dávid a harmadik. Hoppá, fel is egy dobogós helyre. Dávid ott legutóbb az ötödik helyen láttam haladni. Most ez így nekem meglepetés, hogy a harmadik. Lehet, hogy aki régebb óta követi ezt az adatnak, nem? Török versenyben tudok csak következtetni. Lehet látni az elsőjén, hogy Szűcs Zsolt alig tudja befordítani itt a visszafordítónak az autót. Ez lesz az átka a kis szárnyaknak. Alapból 20 fölött vannak a szárnyak, azt meg nem mondom, hogy pontosan mennyi, de 20 fölött vannak, ami
nagyon jó kanyarodást biztosít, de kis végsebességet. A két Ferrari-nál tapasztaltam, ez főleg Dávidnál, hogy nagyon könnyen elmennek mellette. Lehet, hogy ők beáldozták az egyenes részeket a kanyarokra. Nem úgy tűnik, hogy beváltoz a stratégia, közben Hevesi Gábor kint a boxban. És Zsolt még mindig nem volt kint. Úgy tűnik, a gumiai bírják. Na, Hevesi Gábort nem emelik föl. Nem. Jól látom, hogy ott bevennál a boxba, és... Nem, felemelték. Nem volt animáció konkrétan, azt hittem, hogy nem emelték fel a boxban, beáll, de semmi. Hát... Az kemény lett volna. De... Szentsen úszta ő is, meg mi is. Ilyen szempontból. Különben Csipilő Máté a 8. helyen. Eléggé kiszélesítette a pályát. Ezzel a moddal nézem, itt teszt hétvégén mentem, Hevesi az 5. helyen elrondja, hoppá. És feljön rá, de meg kell kezdjük mögé, elég rendesen. Nem olyan, hogy melegek még azok a gumik. Azért vigyázni kell azokkal, könnyen ki megfordulhat az autó, megfordulhat az autó. Azt meg tudom mondani még, hogy ki milyen gumikkal rajtolt. Most mire talán meg tudom mondani. Igen, az első helyezett Szűcs Zsolt lágyal, mögötte Dávid, Gábor, Attila, Gábor, másik Gábor, Hevesi, Ede. És ha jól látom, akkor mindenki lágyal rajtolt, hát akkor senki nem tette fel a keményet. Úgy tűnik akkor, hogy az első boxkiállás előtt mindenki azon a stratégián volt, aztán már jó kérdés, hogy valaki úgy teszi fel a gumikat, hogy lágy, kemény, kemény, vagy lágy, kemény, lágy. Ó, akkor elnézést, akkor meg tudom az infot, hogy nem lehet gumit cserélni már, mint keveréket, hát akkor... Akkor nem csoda, hogy mindenki lágyal megy, akkor elnézést, akkor javítom magam. Ennyire sajnos nem vagyok tisztában a szabályzattal még, pedig már olvastam azért, kétszer is. Igen, most komolyan az info, hogy Csépli Mártinak volt egy ilyen hibája egyszer, hogy az időmérő szuperlágy gumikat tett föl, és azzal kellett a versenyen végigmennie. Így... Most nem tudom, hogy egyik helyen ért célba, de megküzdhetett az autóval elég rendesen. Ja, ez a... Ja, elnézést, jó, elnézést már. Várhatjuk nagyon. Hűs Zsolt közben. Helyen egy előnyt épített ki magának az első. Most nem vissza fordítóba még. Kovács Dávid. Csak a... bal jobb kombinációban. Hát... Nem, egyszerűen Zsolt nincs kint a boxban soha. És most se jön ki, hát nagyon jól vezethet így, vagy nagyon gumikimélő módba. Második, harmadik helyen Cse Gábor és Kovács Dávid közel vannak egymáshoz. És ha jól látom, ez a szélnél távolság is, ugye megnézem a sebességkülönbséget, ha lesz. Dávid 3.12, 16, nem nincs szélárnyék, sőt, Dávid még többet is ment, mint Gábor. Másik Gábor, aki Hevesi az 5. helyen jön. Most már Attilára kezd felérni, de még messze van ő is. Szétszakadt eléggé a mezőnyt az első helyeket nézve. Mondjuk a második, harmadik helyet megszáfolja. Mögötte Attila, Hevesi Gábor, Fedorede, Benkő Rihárd, főleg. És Hevesi megint megcsúszott az 5. helyen, de most is sikeresen meg tudta fogni. Zsolti 336-ot nézve, azért az kemény. Csináltam itt
egy játékosban egy tesztet, levettem a szárnyakat, és Sandó a 9. helyen, puf, le is kapszalja a falat. Szóval csináltam egy játékosban egy ilyen tesztet, hogy mennyit bírnak az F1-es autók. Monzába mentem, levettem a szárnyakat egyesre, mint a kettőt, hűtőt kettesre fölcsaptam, picit át tettem a... Hogy mondják, ezt mindjárt eszembe jut. Tehát nem fog eszembe jutni. A végén a váltó áttételt, na eszembe jutott, a váltó áttételeket kicsit áttettem, és 367-et lehetett menni ezzel az autóval Monzába, azért az elég kemény. De Monza ez egy gyors pálya, de egyes szárnyakon azt irányíthatatlan volt az autó, szóval nem éri meg azért annyira beáldozni az egyeneseket. De Monzába sem más volt. Hoppá, hevesi! Meg itt falnak csapta és... Ki is áll, össze is tört a kocsi, át ki is állt a futamban, ennyi. Így viszont is, és se az előző, se ezen a futamon nem fog célba írni. Így felejtős a dolog. Már egyre kevesebb esély van a bajnoki címért. El is hagyja a szervert, ha jól látom, igen. Hát... Rengeteg szabadon csapta az autót, és... Azért erre kíváncsi vagyok, hogy ez miért volt. Szerintem igazából egyszerű ok lehet az, hogy nyomta neki nagyon. Fel akart érni a negyedik helyen haladó Attilára, és mindig szélesen akarta kezdeni a kanyart, mert úgy az legjobban ráfordulni, és mindig a füvön fékezett, és nem mindig, csak néha, és pont az a néha volt elég arra, hogy kiesen a versenyből. Közben mondok egy sorrendet, ahol Szűcs Zsolt vezet az a Toro Rosso, és az egyik Renault most fogja lekörözni éppen. Mindjárt megnézem, hogy kicsoda. Tóth Peti? Tóth Peti, igen. A Szűcs Zsolt az első. Közben valaki elhagyja a pályát, az is lekörözött volt. A második Kovács Dávid a Ferrarival. Mögötte szorosan Cseh Gábor, a harmadik helyen a Williams-szel. Mögöttük nagy hátrányban lépte Jatürén a 4. helyen, Fedor Ede még nagyobb hátrányban a 6. Benkő Rihász hatalmas hátrányban már 6. Cséplő Máté mögött a 7. Sandó Balázs a 8. és 9. Tóth Peti, csak a komputer még nem váltott át. Most kiesett eddig Hevesi Gábor, Kis Levi, Kovács Erik, Szene István, Molnár István, Végvári Gábor és Tulcik Norbert. Hát, ez azért elég sok. Heten estek ki, hát 16-ból heten kiestek, az azt mondja, 90 vannak még versenybe. Hát azt hittem, hogy több versenyzővel azért több idejéig fogjuk húzni, és nem a 24. körig. Na Zsolti most kijön a boxba végre, na. Innentől limiter. Vissza fog jönni az első helyre szerintem, ez... Nagyon biztos. A 4. körben vagyunk, most fogja megkezdeni a 25-et. Szűcs Zsolt most ér ki a boxból. Kovács Dávid rohadt messze van, hát. Felejtős. 25. kör vagyunk. Szűcs Zsolt az első, hoppá, hoppá, le is megy a fűre. Tóth Petit, ha jól látom, le is körözte. De mégis, mekkora előnye van, most van a sikánoknál, Dávid most van az első kanyarra. Hát, innen, Cseh Gábor megint a boxban, innentől kezdve ez egy sima futamgyőzelemnek néz ki. Mert ezt hibán kívül elvenni tőle nem fogják tudni, az is biztos. Mindjárt megsatszolom, mekkora előnye lehet, hát egy jó 16 másodperc. Mindjárt megnézem a kompjútert, hogy mit ír. Igen, Kovács Dávid és
Attitude Jolt között. 18 másodperc, nem is voltam ennyire messze a valóságtól. És jöhetne Zsolti megint a boxba. Nem vesztene vele semmit, még visszajönne Dávid elé, bár akkor a másodperc azért az időkülönbség azért 3 másodpercen belülre csökkenne, de még hoppá hoppá hoppá, Cséplő Máté hova megy? Tengerpart, lelátó, aszfalt. Azt hittem neki még a falnak felibe, de aztán kiderült, hogy volt egy kis problémája. De sikerülsen visszajött. Meg nem történik semmi a pályán, megragadom az alkalmat, és... szeretnék egy F1-es futamról beszélni, már én pedig a spanyol nagydíjról, amit sajnos nem tudtam élőben követni, és angolul visszanéztem a egyik oldalon, majd ezt nem tudom, majd azt is mondom. Ott látom, hogy Rosberg megnyerte most a versenyt, így Hamilton elé keveredett, mármint így a házon belüli csatában mindig eddig Hamilton elverte, most, most először Rosberg. De azért meg is látszik, hogy szerintem a következő futamokon, hogy sokkal jobban lesz a lelki állapotá, hogy ennek tudatában, hogy Hamiltonnal sikerült végeznie. A kvalit tudtam követni, és a versenyről csak ennyit tudok. A kvalit követtem még, ahol a Hamilton elrontott az utolsó gyorskörét, és úgy lett második. Rajtként második helyet ott indulni, hát azért nekem az kisebb meglepetés volt negatív értelemben. De ahogy visszanéztem a versenyt, nagyon nem láttam izgalmakat, most annyi volt még, ami nagyon érdekes volt, hogy Grosjean, illetve Alonso egyszer hibáztak a boxban, szóval körülbelül 5 méteren belül Grosjean elcsapta a nyalókás embert, Alonso meg sikeres, nem olyan nyalókás, az emelő embert elnézést, illetve Alonso előre sikeresen el tudtak ugrani. Neki fék problémája volt, Grosjean meg csak nem figyelt egyszerűen. Sajnos több infót erről nem tudok mondani, még egy másik sorozatban a Formula erről tudok beszélni, ami nemrég került megrendezésre Monakóban, ugye ez egy Forma 1-ben is, hoppá hoppá, Tóth Peti, Tóth Peti, Tóth Peti! Szépen keresztbe állt a pályán, csoda, hogy nem találták el, 9. helyen. Azért Cseh Gábor? Nem, de ő került ki nagyon szépen. A Formula erre visszatérve, Monakóban rendezték meg, amiért az F1 szentélynek is tartnak, ott a legnagyobb dicsőség nyerni, és ott persze ott a legnehezebb is. Ők egy rövidebb pályaszakaszon mentek. Az első kanyart ők majdnem visszafordítóként vették, bár nem teljesen. Onnan mentek le a rakpartra, és onnan fordultak rá a normális pályavezetésre. Igen, a rakpart tolott, ahol van az a baljobb sikán és egy kicsi jobb teréses kanyar. És onnantól viszont az úszodától a Raskasson át egész az utolsó kanyarig már az F1-es pályavonal volt. Épp az első körben történt egy nagy baleset, amiben 4-5-ön is belekeveredtek. A leglátványosabb esést Bruno Senna mutatta be. Hoppá, Dávid. Szóval Bruno Senna mutatta be, akinek felrepült az autó, és csoda, hogy nem fordult át. De például Scott Speed és Nick Heidfeld voltak azok ketten, akik lekocolták az előttük lévőket, mert később dugó alapult ki a baleset után, és a verseny későbbi szakaszában elvesztették a szárnyukat, és nem a szárnyukat, hanem a szárnyukról egy-egy darabot. Később azért elég rendesen gátolta őket továladásban, és illetve Vern történik a jobb első futóművét, a tartalékautóba betolt szárny, de a futamot már nem fejezte be, mivel a tartalékautóban nem volt annyi töltés, ami elegendő lett volna a második futam, vagyis az első futam végére. Mindig két futamot mondok, hát látszik, hogy szeretem a VTCC-t. És ha már VTCC, még ezt utoljára elmondom, ilyen külső témaként, hogy Pihelis Norvi győzelme, hát igazából második futamon én szurkoltam neki nagyon, hogy meglegyen, mert ő lett volna az első, és így ő is lett az első, aki megverte a gyári Citroeneket, ami szerintem
nagyon nagy dolog, mivel ő két cím, mert tudok most mondani, hogy ő volt a legjobb a mezőnyben, és hármat, ő volt a legjobb nem Citroen-es, plusz ő volt az, aki a legnagyobb előnnyel nyert meg eddig a akármelyik versenyt. Azért a Honda valami eléggé középkategóriás autó és a középmezőnyben való, az így megverni az élmezőnyt. És most fordult elő az is először a 2015-ös évben, meg szerintem 14-től kezdve mostanáig először, hogy nem állt Citroen-es versenyző a dobogón. Mert ugye Mihalis Norbi, Tom Coronel és Tom Chilton voltak azok, akik felállhattak, Coronel lett a második. Már kiárt neki egy ilyen második hely, elnézve a legutóbbi versenyeit, ahol nem szerzett pontot soha. 4 versenyből 0. Így kap egy megérdemelt második helyet, azért a következő verseny nyugodtabban kezdheti majd meg. El is mondtam a hétvége történéseit. Még volt persze MotoGP is, de azt sajnos nem néztem. Igazából egyik versenyt sem néztem, mindegyiket ilyen... Mondjuk a WTC-t néztem, azt se az F1-et, se a Formula-et, se a MotoGP-t nem néztem, mivel egész hétvégén nem voltam itthon. Így hát... Felejtős kis dolog volt. Hoppá, Cséplő Máté a hetedik helyen megforog. Na unalmában. Már megvan más, nem tudok itt mondani. Sandó Balázs mindjárt lekörözi. Mondjuk mindjárt a messze van, de lassan körkap. Elbambulnak a versenyzők. Kicsit nyomgázt adnak és... Pörögnek rendesen. Közben Zsolt körbeautózza Peti. Nem. Sandó Balázs elnézést, és Csépli Máté jön ki a boxba. Mindig Petit mondok amúgy, mert mindig őt látom, akit leköröznek. És kivételesen nem. Hoppá, és Cséplő Máté túl is megy. Ez volt a problémája Jonathannak is, mivel a török nagyja, ő is túlszaladt. Ott 3 másodperces hátránnyal jött vissza. De Balázs meg lement a pályáról, szóval ez a 3 másodperc le is olvadt. Közben Attila a boxban. Fel is olvadt ez a 3 másodperc, és 7 tizedre ért, a 6 tizedre ért meg hozzá. Közel. Érdekel, nézzem meg, OST-n megtalálható a futam, szerintem nagyon jó volt. De nagyon élveztem azt az egészet. Főleg az utolsó körben lévő csatát, amikor Kassab és Buda őrületes csatát hívtak az első helyért, amivel is Kassab jött ki. Nem sokkal, szóval két-három tized körülbelül maradt. Benko Riál a 6. helyen új a box. Az egyetlen Marussiás. Ő pontosan áll meg. Emeljük is föl. Sajnos nem történik semmi a pályám. Ebben a pillanatban. Nagyban nézem most a helyeket. Nana. Nana, nem Nana. Lekörözött volt. Jó van, azt hittem, hogy megelőzte Benko Richardot valaki, de kidőszítve egy Williams volt. Közben Fedor Eda a boxban a 4. helyről. És meg is áll jó pontosan. Nehéz ezekkel, ez a box kiállás egy másik dolog, amit nehéz ezekkel az autókkal megcsinálni. Most igazából nem nehéz. Csak meg kell tanulni itt a fékezni a boxban, mert szépen túl lehet szaladni, hogy valaki optimistán méri fel a helyzetet. Hát tudok is példát mondani más futamról, GT3 japán nagydíjban, nagydíján fél órakor jöttem ki, közben Kovács Dávid a boxban, egy nem is a limitert. Szóval ott mentem túl, és ott vesztettem legalább 4 másodpercet, mert egy GT autó azért nem olyan gyors, mint egy F1-es autó. Plusz még tolatni is kellett. Meg ott a kerécsa is egy készülően játéka maga 23 másodpercével. Közben mondok egy állást, Kovács Dávid jön ki a boxba a 3. helyre. Te Gábor most fordult el és tart a jobb alsikán felé. 3. helyen van Kovács Dávid. Erre kíváncsi leszek vége felé, hogy meg tud-e érkezni.
32. kör. Igen, ha úgy... Nem 30, 33. lejjen 34. kör. Az a baj, pont nincs számológép most a kezemben. Megengedítve, gyorsan elmegyek, érted, de nem is kell messze mennem. Közben nézem a történéseket, hogy valami változik-e, nem akarok lemaradni egy ilyen csatáról sem. Hey, Benkő Richard! Hoppá, hol van? Hol van Ricsi? Ott áll benne a gumifalba 5. helyen. Hát, ezt mondtam én, ezért le is maradtam róla, de biztos vagyok benne, hogy elfékezte magát. És meg is szerezte az első áldozatát ez a pályavezetés, hogy itt a kanyarokra, hogy láthatjátok, gumifalak vannak. Sőt, már vagy lassan 5-szörre mondok el a versenyt, nem tudom miért. Ugye rosszul látom. Az a gáz, hogy nem látom rosszul. Tűzsúz belső helyen ott van az egyenesnél. Kört fognak kapni, hogy Attiláig. Ede is. Szerintem Csépülő Máté, és Csépülő Máté mondjuk szem Attiláitól is mindjárt kört kap. Vagy elnézem. Lesz körözve az első négy. Visszajön, hogy hívják URL Indikár. Éppen ne. Szóval azt hagytam abba, hogy Ede megérkezik Attilára az 5. és a 4. helyen. Meg is van a számológépem, király. Jaj. Örülnék, ha lenne egy ilyen TV-style. Effaktorhoz, hogy osztott képanyon lehetne nézni a különböző csatákat. Mindig átváltan a játék oda, ahol történik valami, az elég rendesen meg tudja könnyíteni a dolgunkat. Azt mondja. Később számolom ki, Attila és Ede megérkeztek egymásra, Ede támadja Attilát a szélnyékban, 5.-4. hely. Ede próbál minél szűkebben fordulni. Azt mert én nézni Attilát, aki mindig füstöl a kereke. Ebben a fenyárban, picit mindig megcsúszik. 35. Számolok, 36-tal fogok most számolni, 36... ...41. körbe járunk, 42-et most kezdi meg. Márpedig jól számoltam szerintem. Nem, a 36. körbe járunk akkor. 41 perc telt el. Elnézést, akkor 42... 42 perc teltette körülbelül, ami azt jelenti, hogy 18 perc van hátra, ha jól számoltam. 18 perc azt jelenti, hogy... nagyságrendileg 14-15 kör, vagy akár 13 is. Most fogja lekörözni Zsolt Edéket az első helyen, már ott van Ede mögött, szerintem már kapja is a kék zászlót. Aha! Azért minimális szélnyékot fog Zsolt ide, szerintem felesleges azért. Hatalmas önnyelzettse Gábor előtt. Kíváncsi lennék Attila, mikor kap kék zászlót. Vagy hogy csak a kék zászlóra hagyatkozik el, és a tükröt figyeli. Igen, pontosan veszi Zsolti a kanyarokat, ezt most nézem, hogy nem megy rá a hurkákra itt, nagy eldobja az autót. Hatalmas előnye van, de egy eltört hátsó szárny, egy megsérült felfüggesztés azért komoly bajokat tud okozni. Fűt Zsolt közben Attilát lekörözi. És Ede most érkezik, de nem úgy tűnik, mint hogyha sokat nyert volna ezzel, ugyanott annak, mint eddig. Hoppá, Attila! Attila lassul, vagy nem lassul? Nem lassul. Nem lassul, jóval ez csak egy ilyen optikai csalódás volt. Nem tud kigyorsítani a kanyárból úgy. Megfelelő tempóval tudjon visszajönni, de... Nem, tartja, hoppá, na, Ede, melyikezett rá? Elmért ezt a féktávot Attila egy kicsit. A szélelnyékben van mögötte. És... megvan azt, hogy Attila később fékez. De nem. Mind a ketten pontosak voltak.
Közben az a szomorú hírem van, hogy csak az első 80-nál versenyben, hiszen a többiek kiestek. Gyorsan megzem, 16-an kezdték meg a versenyt, és 9-en vannak. Több mint lassan 10-en estek ki, eddig 7-en estek ki. Hát, apesse, de most benn van Attila mellett, de nem. Nem tud elmenni. Most már nem veszem le róluk a szememet. Valami izgalmas dolog fog történni, miről lemaradok, szóval inkább nézem őket. Ajjajajajajajajajaj, de... Megkocintotta a falat, de... Úgy tűnik nem sérült az autóban, nincs is itt 100%-os terés, ami aztán... darabokra tudja szedni az autókat. Ajj, meg elkezdi le is még ezért picit, nem akarja de ezt a negyedik helyet. Na, szél árnyékba. Az kemény mennyit, megy 3.30, és Attila sikülkörbe autóznia. Attila visszajön, és megfogja. Attila azt mondja, hogy később között elég szépen elfojtotta az autót, még hurkára sem ment rá. Azért itt a maximális koncentráció számít, sőt, rengeteget számít. Igen. Biztosnak egy kigyorsításnál ez. Akár setup is lehet. De ha nem folynak a hátsó gumik, akkor nyugodtan végül is, és Cseh Gábor jön ki a boxba. Az azt jelenti, hogy Kovács Dávid a második lesz, az egyik Renault is kint a boxban, jól látom, Szandó Balázs és Tóth Peti, mind a ketten kint voltak. Na, és Cseh-ával is indul. Hoppa, Attila el is fékezi, de itt valamire jobban tud kigyorsítani a kanyarból. Nem annyira éles többbe gyorsít rá. Na, Zsoltnak is lassan érik a bosszi állás. Kovács Dávid mögöttem áll, elég tetanesen le maradva. Igen, legalább 26-27 másodperc lehet a hátrány. De Zsolt hiba nélkül, mert szóval egyszer nem csapta oda még az autót. Rajt utáni verekedésből kikerült. Hoppá, Attila! Na-na! El is fékezi egy picit. Neki ment a falnak, és most ezért Ede megérkezik rá. Vajon meg tudja előzni, vagy mögött tölti a verseny hátraelő részét? Amúgy az nem tesz annyira jót az autónak, hogy Ede fönnösen széljárnyékba megy. Mert a fékek el fognak fogni. Elnézést, a fék el fognak fogyni egy idő után. Nem olyan kellemes dolog azért az. Mit ragadtál meg az alkalmat, és mondom, hogy aki a fékhűtést, vagy magát a féktárcsának a méretét nem vette föl, levette, hát kellemetlen pillanatokat élhet át most a verseny hátlevő részében, mivel nem kap elég hűtést a fék, akkor el tud fogyni, és áramlik a fék onnantól, a verseny vége van. Vagy nem kötelezően verseny vége, mert hogyha az illető még megy egyenesekben, és nem használja annyira a féket, azért vissza tudja hűteni. Ilyen féknek 1000 Celsius fokon van a működési tartománya. Nem tudom, hogy fölötte mennyire hatékony, de nem hinném, hogy jót tesz, ha fölötte van. Hőmérséklet. Nem akar a gitzugi működni sajnos nekem. Nem dolgozok, mert az ötletem, hogy ha jövök közvetíteni majd máskor, én feljövök autóval, és hát hogy több mindent mutat. Sőt. Szinte biztos, Ede?
nem próbálja meg, de majdnem neki is vagy Attilán, de sikeresen elfordítja mind a ketten az autót. Szóval meg fogok próbálni autóval följönni, mert úgy tudom, hogy az sokkal hatásosabb, sokkal több minden mutat, és ezek kívülről ne próbálja Attila körbeautózni, és úgy tűnik, hogy sikerülni is fog. Igen, nagyon simán elment. Attila, ha neki is megy. Neki is ment, de nem tolt akkor át edén, hogy versenyében, vagy akár a ritmusába kerüljön. Ott elől nem történik semmi. Na nézzük, hogy Attila vissza tud-e menni edére. Na, Ede nagyon korán fékez ebben a kanyarokban. Vagy csak Attila fékez későn? Na, a fék méret az... Nagyon nagyon szép, most a fék méret az itt számítani fog, meg a fék hűtés is. Nézzem telemetriát. De rossz hangja van az autónak. A visszaváltásoknál ilyen... hangja, mint a fölpörögne. Nem, edénél nincs ilyen hang. No, páde! Na, Attila be fog jönni, mert nem. Nézd a telemetriát. Fékek azért 1000 fokról hűlnek le, most komoly. 800... 750... Úristen, ajjajjajjajjajjajj. Hát szerintem, hogy túl melegedett a féke mind a kettőjüknek, és Attila el is megy. Szerintem, hogy túl melegedett mindkettőjüknek a fék. Hát de jön vissza a hátsó szájnak, az első szájnak köszönhetően... hoppá, sikerül megelőznie. Attila most alá próbál fordulni, de a rázókövön nem lehet kigyorsítani. Belül tartja vajon, mert fogja? Megpróbálja. Ajjjjjjjj, de most nem vagyok neki, ezt nem gondoltam, hogy nagyon be lehet jönni. Megnézem, Kovács Dávid, és most mondjuk szépen, hogy neki milyen hangja van az autójának. Nem, Attilának van egyedül ilyen hangja. Amit az autójának van ilyen hangja egyedül. Ez fék lesz, igen, ez szerintem mindkettőjüknek fék, hoppá, hoppá, hoppá. Neki is megy a falna, szerintem az első futóművelnek nem örült. Jobb első, de nem úgy tűnik, mint a megsérült volna. Ajé, túl is ütközött a nevcsúspont egy picit. Itt a fékhibák itt az R-faktoron belül nem nagyon jelentkeznek úgy, mint egy következő generációs szimulátorban. De persze az adott mű úgy van megcsinálva, hogy ez minél részletesebben legyen szimulálva. De ne úgy tűnik, hiszem, hogy edének fogott el jobban a féke, mert Attilának a fékútja most igaz hosszabb lett, látszódik, de te kezdene most megjavulni, inkább edére mondanám azt. Ő az, aki nagyokat csúszt fel. Aha, igen, Ede. Hátsóbb régióban nem történik semmi, hogy elől sem, ez egyetlen csata. Azért ez a meghosszabbodott fékút segített Attilának, már csak azért is, mivel sokkal gyorsabban megérkezett féktávokon edére. Szóval akkor baj ez a hosszabb fékút, amikor nincs előtte, sem mögötte senki. Kijátszik rá a suma. Hát hoppá Attila! Ilyenkor viszont nem jön jól. Ott valamelyik Renault volt Sandó. Távskuma helyet játszott egy kicsit. 2006-ban vagy 2006-ban volt az, hogy Rácsumi mindig leparkolt. Hoppá, de el is fékezte. Attila megjön? Megjön ám. Fél árnyékba. De nem. De nem. De nem. De nem. Hoppá, de. Ede, mi történt a D-vel? Fék. Ez már fék. Meg is áll. Elromlott a fék, hát innentől felejtés a dolog. Ede. 150-nel. Elfogyott, tönkrement a féke szerintem.
Attilánál még nem látom. Hát, erre nagyon korán fékez, és meg is indul az autó. Nézem, sérülés, külső nézetben is nézem, nincs sérülés az autón. És a hatodik helyen meg is Attila is elfékezte. És mögötte még valaki, az Zsolt lesz. Attila, Attila! A negyedik helyen Attila! Neki is el, és Edének is elmegy a fékje. És Cséplő Máté megelőzi Fedor Edét. Nem előzi? Nem előzi, az egy kör hátrány volt, hoppá. Elnézést. Hát, elment mindkettőjüknek a fékját. Ilyet? Egymás mögött haladtak, nagyon csatáztak és... Elment Ede, fal, majdnem. Ha, Attilának még nem ment el teljesen a fékje. Még azért sokkal jobban megy, mint Ede. Á. Nem fog lehűlni a fék, tönkrement. Edének vége. A hatodik helyen Cséplő Máté egy kör hátrányban van, vagy a hetediken Sandó Balázs is. Most leveszem a számot csatták, és kiszámolom, 46. 47 körrel számolok. 1-16-tal. 56 perc van körülbelül hátra, az azt jelenti, hogy 6 perc, körülbelül 50. körtől szerintem Szűcs Zsoltot nézhetnénk, mert lassan befutó. Fedor Ede közben nagyon lassan jön. Hát ez az áka annak, hogyha valaki nem veszi le a fékhűtést, leveszi a fékhűtést, és ahogy tud megállni. Attilának szóval visszajött a fékje, ahogy látom. Még boxba is jön. Kereket cserél. 50. kör környékén akkor majd. Nézem, nézzük Zsoltit. Attila nem indul. Miért nem indul? Most indul. Fedor Ede közben így megelőzte a boxz kiállásra, és Kovács Dávid le is körözte. Attila? Na, elindul. 5. helyen Attila, 4. helyen Ede. Nézzük Attilát! Nem úgy tűnik, mint a komolyabban jelenne a fékkel. Na, szóval számolok megint egyet. 1.16x48. Egyét utol is érte Attila. Szóval 47x16. Nem, 1.16 elnézést. 1.16. Hoppá Attila! Hogy visszahúzott rá, de? Nem volt szép. Ajjajjaj. De vissza fogja engedni Attila, mert a füvön előtt meg a pályán kívül. 54. Attila is? Na, most mi van? Most ele visszament elé. Szerintem sima lesz Attilának, így hogy Ede nem tud fékezni. Már itt lassít, és el is megy mellette. Attilának sem ment a féke, vagy most mi van? Az lesz az, Attilának sem ment a féke. El is megy mellettük, és... Lekörözött versenyző. Az lesz az. Lekörözött versenyző, hopp! Az Cséplő lesz. Cséplő Máté, akinek... Mert problémái vannak. Hogy össze-vissza ugrál. Na, Attila megelőzi, vagy nem előzi? Ez itt a kérdés. Nem, a szélárnyékba megy, de... Nem akarja megelőzni. Ez jó kérdés, hogy miért. Hát így... Szépen lassan, így csinálják Cséplő Máté, meg fog érkezni rájuk. Ez a veszély nem fenyegeti annyira őket, mert most vette visszatudjuk a kört. Fedor Ede most lecsúszott, és... Attila visszaengedi, nem tudom ez most mi. Hoppá, Cséplő Máté meg is áll. Nem füstöl az autó. És esett, hoppá, hát én azt nem tudom mi volt. Nem, ez a befutó volt.
Ó, elnézést kérek. Ezt erre nem figyeltem, sajnos nem váltottam jól a... Szóval Szűcs Zsolt megnyerte a versenyt, Kovács Dávid a második, Cseh Gábor a harmadik, Fedor Edzel a negyedik, Létai Attila az ötödik, Cséplő Máté a hatodik, Sandu Balázs a hetedik, Tóth Peti most érkezik a nyolcadik helyre, elnézést, igen, ezt... Így, hogy nem látom az adatokat, így elég nehéz sajnos. Szóval ezzel, bocsánat, még egyszer, ez volt a kanadai nagydíj, ahol Cséplő Máté nem motorhiba miatt esett ki, hanem azért, mert vége lett a versenynek, hát... Hát igen. Jaj. Nem itt terveztem ezt, szóval Zsolti nyert, Dávid a második, Gábor a harmadik, Ede a negyedik megtartotta, igen, negyedik helyről rajtot megtartotta, Attila lett az ötödik, mindkettőjétek elment a féke szerintem, hát ez elég érdekes így. Cséplő Máté a hetedik, Sandu Balázs a nyolcadik, Tóth Péter a kilencedik, vagyis a nyolcadik, elnézést, nem tudok számolni sem, és Vihárd, Hevesi, Kislevi, Kovács Erik, Szene István, Molnár István, Végvári Gábor és Turcik Norbert kiestek a versenyből. Tehát ez volt a kanadai nagydíj, én Gál Miklós voltam, köszönjük szépen a figyelmet, elnézést a technikai problémáját a végén. Létai Attila volt az operatőrtársam, köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!